Üdvözlöm Önöket, a heti TV híradóját látják. Itthonról. Történelmi emlékhelyeink gondozása, ápolása, emlékeink megőrzése közfeladat, mondta Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes a 17. országos kegyeleti konferencián az Országházban. Semmilyen Zsolt a Nemzeti Örökség Intézete rendezvényén rámutatott, ennek jelentőségét ismerte el a kormány, amikor a kegyeleti bizottság számára több új feladatot jelölt ki. Kitért arra, hogy az országgyűlés az elmúlt időszakban 17 nemzeti és 52 történelmi emlékhelyet hozott létre, a bizottság neve Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságra változott, valamint létrejött a Nemzeti Örökség Intézete, amelynek feladata túl a műemlékileg védett temetők működtetésén és az országosan mintegy 6000 síremléket számoló nemzeti sírkert védelmén a nemzeti emlékezet ápolása lett. A Nőri létrehozása óta eltelt esztendők eseményei bizonyítják, hogy az intézet felnőtt a feladathoz, mondta Semmilyen Zsolt. A népesedési problémákkal folytatott küzdelem valójában az értékek küzdelme, mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin azt mondta, a küzdelem valójában arról szól, képesek vagyunk-e kiállni a hagyományos családi értékek, az életértéke mellett, képesek vagyunk-e nap mint nap igent mondani rájuk. Erről szól az a küzdelem, amit közösen folytatunk, és köszönöm, hogy ebben a történelmi egyházakban szövetségesekre találtunk, tette hozzá az államtitkár. Novák Katalin kiemelte, ha csak akkor tudjuk elérni, hogy Magyarország valóban családbarát ország legyen, ha összefogunk, és minél több szereplő érzi szükségét annak, hogy részt vegyen a családbarát Magyarország alakításában. Három határt kellett átlépnie Nikola Gruevski volt macedón kormányfőnek, hogy Magyarországra jusson, és mindhárom esetben teljesen szabályosan tette ezt, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A politikus kiemelte, a volt macedón miniszterelnök minden esetben átadta utazási dokumentumait, és azokat ellenőrizték a hatóságok. Szijjártó Péter visszautasította, hogy magyar diplomaták részt vettek volna bármiféle csempészetben vagy menekítésben. Először a tiranai magyar nagykövetségen találkozta Gruevskivel, ekkor értesültek a menedékkérelméről, közölte. A külügyminiszter azt mondta, nem tud háttér alkuról az ügyben. Drasztikusan nőtt a dolgozói szegénység Magyarországon, uniós összehasonlításban itt romlott a mutató a legnagyobb mértékben, mondta Csárdi Antal, az LMP frakció vezető helyettese, aki progresszív adó- és járulékcsökkentést sürgetett. A politikus az Eurostat adatai alapján azt közölte, az elmúlt 7 évben duplájára nőtt a dolgozó, de szegénységben élő emberek száma hazánkban, amely már megközelíti a 450 ezret, vagyis a munkával rendelkezők 10%-át. Munkaalapú társadalom nem jöhet létre tisztességes bérek nélkül, szögezte le hozzátéve, a kormány kozmetikázott adatokat közöl, az átlagbér értékét kommunikálja, miközben a dolgozók csak nem 3/4-e az alatt keres, jövedelmüket pedig a magas infláció is erodálja. Még egy PhD végzettségű kutató jövedelme sem éri el a nettó 200 ezer forintot, kifogásolta. Az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága elutasította a demokratikus koalíció kezdeményezését, ezért nem indul vagyonnyilatkozati eljárás Orbán Viktor miniszterelnök ellen, jelentette be a DK frakció szóvivője. Gríczi Zsolt azt mondta, a pártja azért akart eljárást indítani, mert a kormányfő rendszeresen egy üzletember 17 milliárd forint értékű magárepülőgépén jár külföldre futballmeccseket nézni. Orbán Viktor még a vagyonnyilatkozatában sem tüntette fel ezeket a luxusutakat, tette hozzá a képviselő. A Mentelmi Bizottság egyebek között azzal indokolta az elutasítást, hogy a miniszterelnöknek csak a képviselői megbízatásával összefüggésben kapott ajándékokat és ingyenes juttatásokat kell feltüntetnie vagyonnyilatkozatában, közölte az ellenzéki politikus. Puzsér Robert azt állítja magáról, középen áll, de mintha jobban utálna a liberálisokat, mint a jobboldaliakat. Erre azt mondta a kritikus, hogy ez nem igaz, a melegházasság és a könnyű drog liberalizációjának pártján áll. Liberálisnak vallja magát, dühös Karácsony Gergelyre, akivel korábban évfolyamtársak is voltak, együtt bábáskodtak az LMP születésénél. Szerinte Karácsonyban élnek túl a posztkommunisták, de ez nem személyes ügy. Szomorúnak tartja, hogy nem csak a politikai elit, hanem azok is rekordsebességgel lettek romlottak, akik leváltani jöttek őket, az árulásért pedig egyre kevesebbet kérnek. Az SZDSZ még 20 évnyi hatalmat kapott, a Párbeszéd zuglói polgármesterséget és egy EP képviselőséget, az együtt néhány önkormányzati képviselői helyett a Momentumnak már csak 30 kabátgomb jutott. Külfölddel folytatjuk.
Angela Merkel német kancellár szerint az ENSZ tervezett globális migrációs csomagja és menekültügyi megállapodása megfelel Németország nemzeti érdekének. A kormányfő a szövetségi parlament költségvetési vitájában kiemelte, a két különálló megállapodásról folytatott tárgyalásokon hangsúly helyeztek arra, hogy érintetlen maradjon a nemzeti szuverenitás és a törvényalkotás, és mindenütt javuljanak a menekültek és a gazdasági bevándorlók életfeltételei, mert ezt parancsolja a német nemzeti érdek. A két csomag helyes próbálkozás arra, hogy globális problémákat nemzetközi szinten együtt oldjunk meg, hangsúlyozta Angela Merkel. Hozzátette, nem hazafiság, hanem a nacionalizmus legtisztább formája, amikor valaki azt gondolja, hogy mindent megold egyedül, és nem kell másokkal foglalkoznia, hiszen a hazafiság az, amikor a német érdek mellett más érdekeket is figyelembe veszünk, és kölcsönösen előnyös win-win helyzetet teremtünk. Klaus Johannis román elnök elutasította a korrupció ellenes főügyészi posztra javasolt Adina Florea kinevezését. Tudor Eltoáder, a szociálliberális kormány igazságügyi minisztere október közepén terjesztette fel az elnöknek kinevezésre Floreát, akit versenyvizsga alapján választott ki a minisztérium a július elején leváltott Laura Koduta kövesi volt korrupció ellenes főügyész utódjául. Kövesit a kormánnyal nyílt konfliktusban álló jobbközép államfő egy alkotmánybírósági döntés alapján volt kénytelen meneszteni, miután Toader kezdeményezte a felmentését. Az elnök Florea mellett alacsonyabb rangú ügyészek kinevezését is elutasította, akiket szintén Toader javasolt. Csökkent Lengyelországban a kormánypárt a jog és igazságosság népszerűsége, amit elemzők az utóbbi évek legnagyobb korrupciós botrányának kirobbanásával magyaráznak. A Kantar Milward Brown közvéleménykutató intézet felmérése szerint az euroszkeptikus PISZ támogatottsága 5%-kal csökkent, így most 33%-on áll, míg az ellenzéki polgári platform népszerűsége ugyanilyen arányban nőtt, 26%-ra tornázta fel magát. Marek Stranowski, a lengyel bankfelügyelet elnöke a múlt héten bejelentette lemondását, miután hivatalos visszaéléssel vádolta meg őt a Getin Noble Bank és az Idea Bank tulajdonosa, és egy hangfelvétellel alátámasztott feljelentést tett ellene, szerinte a KNF elnöke idén márciusban bizonyos ellenszolgáltatás fejében a bankfelügyelet jóindulatú hozzáállását ígérte neki. Ehhez tartozik, hogy a GNB részvényei az idén több mint 87%-ot zuhantak, az Idea Banké pedig 92%-t, a két pénzintézet pénzügyi stabilitásával kapcsolatos aggodalmak miatt. Zranowski, akit a PISZ nevezett ki erre a tisztségre, tagadja a vádakat. Egyelőre nem költözik a cseh nagykövetség Jeruzsálembe, azért a Jeruzsálembe látogató cseh külügyminiszter tett egy gesztust Izraelnek. Tomás Petricek felkereste a Judea és Szamáriai területen fekvő Ramallahot, ahol egy palesztin hírügynökség szerint kifejtette, hogy hazája álláspontja összhangban van a nemzetközi joggal és az Európai Unió álláspontjával. Olvasható a timesofisrael.com cikkében. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az EU nem ismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosának, és elítélte azt is, hogy az Egyesült Államok odaköltözteti nagykövetségét Trump elnök döntése alapján. Petricek a palesztin hatóság külügyminiszterével találkozva hangsúlyozta, hogy hamarosan Jeruzsálemben megnyíló cseh ház nem rendelkezik majd diplomáciai státusszal, csupán egy kulturális intézményről van szó. Áprilisban Miloš Zeman cseh elnök arról beszélt, hogy elindult egy diplomáciai folyamat, ami elvezethet a nagykövetség áthelyezéséhez, de konkrétumok nem hangzottak el. A korabeli külügyi nyilatkozatok közben arra utaltak, hogy a már említett kulturális intézmény nem befolyásolja a végleges döntést. A 93 éves Mahathir bin Mohamad maláj miniszterelnök, aki 1983 és 2003 között 6 cikluson át vezette Maláziát, az idei évtől pedig már a 7. kormányfői időszakát tölti, élesen bírálta az ausztrál kormányt, amiért az a nagykövetségét áthelyezi Tel Avivból Jeruzsálembe. Malajzia miniszterelnöke szóvá tette, hogy Ausztrália áthelyezi a nagykövetségét Tel Avivból Jeruzsálembe, szerinte ugyanis ez felerősíti a terrorizmus jelenségét. Igaz, a 93 éves maláj kormányfő, aki életkora révén jelenleg a világ legöregebb miniszterelnöke, nem a zsidó államot és annak polgárait félti a terrorizmustól, hanem éppen ellenkezőleg. Köztudomásul róla, hogy a Közel-Kelet minden problémájáért a zsidó állam megalapítását okolja. Az ausztrál kormány pénzügyminisztere a zsidó származású Josh Frydenberg visszautasította Mahathir bin Mohamad szavait, és közölte, Ausztrália saját nemzeti érdekei alapján hozza meg döntéseit.
Izrael közeledik a gázai övezet visszafoglalásához és a Hamász terrorista szervezet vezetőinek meggyilkolásához, nyilatkozták izraeli miniszterek a Jeruzsálem Post Diplomatic Conference rendezvényén. Gilad Erdán közbiztonsági miniszter szerint Izrael közelebb van, mint valaha a tengerparti övezet újbóli elfoglalásához, és a védekező állásból át kell váltani a támadásba, ami alatt a Hamász katonai szárnya terrorista vezetőinek célzott meggyilkolását érti. És ez azt jelenti, hogy hajlandóak lennénk elfoglalni és megtartani a gázai övezetet, amíg fel nem számoljuk a terrorista infrastruktúrát, tette hozzá Erdán, aki tagja a biztonsági kabinetnek. Ha ez az egyetlen mód, amivel hosszú távú nyugalmat és biztonságot garantálhatunk állampolgárainknak, akkor ezt fogjuk tenni. Erdán szavai alátámasztották a szintén biztonsági kabinettag Yoav Gallant lakásügyi miniszter kijelentéseit, aki azt mondta a közönségnek, hogy a Hamász vezér Yahya Sinwar napjai meg vannak számlálva, és ne is számítson arra, hogy utolsó napjait egy nyugdíjas otthonban tölti. Gallant saját politikai jövőjével kapcsolatban megjegyezte, hogy ha rajta múlik, a Kulánuban folytatja pályafutását, de hangsúlyozta, a diplomáciai és biztonsági kérdésekben egy véleményen van a Likuddal, tehát még bármi megtörténhet. Gazdasággal folytatjuk. Túlzott deficit eljárást kezdeményezett Olaszországgal szemben az Európai Bizottság az aggályosnak minősített jövő évi költségvetési tervezet miatt, amely a testület szerint különösen súlyos megsértését jelenti az uniós szabályoknak és a római kötelezettségvállalásoknak. A bizottság első lépésként jelentést fogadott el az olasz helyzettel kapcsolatban, amelyet szakemberek szerint nagy valószínűséggel jóvá hagynak majd a tagállamok pénzügyminisztere is, és így formálisan is megindulhat a túlzott deficit eljárás, akár már januárban. Ennek keretében ajánlásokat küldhetnek Olaszországnak, amennyiben pedig ezeknek nem tesz eleget a kormány, akkor adott esetben pénzügyi szankciókat is elfogadhatnak. Végül az időjárásról. Ma is folytatódik a nyírkos, többfelé tartósan párás, ködös idő. Sokfelé készülhetünk szitálásra, kisebb esőre is. Ugyanakkor az északi középhegység legmagasabb csúcsain átmenetileg havas eső sem kizárt. Nem lesz jelentős a légmozgás, hajnalban 0 és plusz 6, napközben 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. A mai napon is kettős front határozza meg időjárásunkat, így mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek körében továbbra is jelentkezhetnek tünetek. Nagy lesz a megfázás veszély, öltözzünk melegen, rétegesen. Ez az idő kedvez a kórokozók terjedésének, ezért növeljük a C-vitamin bevitelt, fogyasszunk sok zöldséget és gyümölcsöt. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a BrauerPress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!